Sziasztok! Én Adrien vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornámon. Ma 10 plusz 1 érdekességet hoztam nektek Ausztriáról. Ha érdekel titeket a videó, akkor tartsatok velem. De előtte semmiképp ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, és lájkolni ezt a videót. Köszönöm! Akkor lássuk is az elsőt. Nagyon kevés helyen látsz villanypóznát vagy vezetéket. Ez azért van, mert a legtöbb helyen elvezetik a föld alatt, ezzel ugye növelve a táj szépségét, hiszen nem rondítja el se egy pózna, se egy oda nem illő vezeték. Második. Ausztria 9 tartományból áll. Burgenland, Karintia, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Bécs és Steiermark. Harmadik. Fordítva vannak bekötve a villanykapcsolók. Tehát amikor fel akarod kapcsolni a villanyt, akkor lefele kell kapcsolni, ha pedig leszeretnéd kapcsolni a villanyt, akkor felfele nyomod a kapcsolót. Negyedik. Ausztriában szinte minden településen, faluba, városba található egy tűzoltóság. Ennek az az oka, hogy rengeteg önkéntes tűzoltó dolgozik, több mint 300 ezer férfi és nő tagja az önkéntes tűzoltóságnak Ausztriában. Ez azért nem rossz, nagy a biztonság. Ötödik, rendszámok. Minden autó rendszámán fel van tüntetve az adott körzetnek a betűkódja. 96 féle ilyen körzeti betűkód létezik Ausztriában, tehát hogyha látok egy autót, akkor meg tudjátok róla mondani, hogy az melyik körzethez is tartozik. Hatodik, rengeteg a mélygarázs. Itt a környékünkön, meg úgy szinte Ausztriában mindenhol, szinte az összes 10 emeletes pláza és szupermarket aljában található egy mélygarázs, ami szerintem hihetetlenül jó ötlet, hiszen adott a mélygarázs, és nem kell össze-vissza az útszélén parkolóhelyeket keresgélni. Hetedik. Ausztriában megfigyelhető, hogy szinte bárhova tesznek buszmegállót. De totál random helyekre, tényleg. Például itt a falunkban van egy háznak a falán buszmegálló, de egy tehenészet falán is ugyanúgy megtalálható. Szóval nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy legyen hely külön a busznak, egy ilyen öböl, ahol meg tudjon állni, hanem egyszerűen megállnak az út szélén, felveszik az embert, és mennek tovább. Nyolcadik. Bódék szezonális termékekkel. Ezeknek a bódéknak az a különlegessége, hogy a legtöbbe nincsen eladó, tehát ezek ilyen becsületkasszások. Már a legtöbb helyen amúgy egyébként van kamera, ami figyeli, hogy bedobod-e a pénzt, de nyilván azt nem tudja kontrollálni, hogy mennyi pénzt dobsz be, tehát hogy kifizeted-e az összeget, vagy csak a felét. Ezekben általában ilyen szezonális dolgokat, epret, spárgát vagy csütörtököt szoktak árulni, tehát egyszerűen csak elveszed a termékeket, majd bedobod a pénzt. 9. Megfigyeltem, hogy az osztrákoknál a saláta nem köret. Azt vagy előételnek eszik, vagy pedig leveshez is láttam már enni, de semmiképp nem a főétel mellett eszik, hanem ezt megeszik általában, ahogy kihozza a pincér, először kihozza a salátát, és azt rögtön meg is eszik. 10. Közel 70 ezer szálláshely található Ausztriában. Ez ugye nem akkora érdekesség, hiszen Ausztriának jelentős részét, tehát Ausztria bevételének a jelentős részét a turizmus teszi ki, ezáltal rengeteg-rengeteg szálláshely megtalálható egész Ausztria szerte. És az utolsó, a plusz egy. Nekem nagyon furcsa volt, amikor kijöttem, hogy nem nagyon látok piacokat, ahol friss zöldséget, húst és egyéb ilyen árukat vehetnék, amik ugye gyümölcsök, amik ugye frissen vannak ott előtted felszolgálva. És ez azért van, rájöttem, mert leginkább ilyen flow marketek vannak hétvégente, nem mindig, például itt a közelben is azt hiszem 2-3 hetente vannak ilyen flow marketek, amik ilyen zsibvásárok, és kb. Ott mindent megtalálsz, egy-két ilyen zöldséges bódé is van, de ugye az emberek a használt holmiaikat árusítják ott ki, és bármit megvehetsz, ami neked megtetszik, potom pénzért. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok, szép napot!